kerekes. Kerekes, jöjjön, magát várom. Viszontlátásra. Kerekes, hát magát várom. Biztos maga ebben? Persze, hogy biztos van ebben. Most mondják meg, milyen piszkos viszonyok vannak. Egy jó nevű pesti ügyvéd ma odáig süllyed, hogy engem vár. De figyeljen, nekem egy szegény emberre van szükségem. Hát válaszol, most aztán van bőven. Úgy tudom, hogy maga a szegény ember. Hát az volt régen, amikor én szegény ember voltam. Amikor én szegény ember voltam, akkor nekem is jól mentem. De figyeljen, nekem egy szegény emberre van szükségem, megtalálja magát, és azt szeretném, ha pénzhez jutna. Azt én is szeretném, csak dolgozni ne kell. Ugye, nagyon jó üzletem van a maga számára. Tudja, udvarolni kezdtem egy lánynak. És mi ebben az üzlet? Ez inkább magától egy laklopás, már ne haragudj. De figyeljen, időközben ennek a lánynak udvarolni kezdett egy rendőrkapitány is, egy bizonyos Fitchinger. Fitchinger? Fitchinger. Ha hogy lehet ezzel a névvel udvarolni? Hát csókolom, Fitchinger vagyok! Mi nem? A lány az még bizonytalan, mert ez a Fitchinger is tetszik neki meg. Én is tetszem. Maga? De akkor képzelem, hogy nézett ki ez a Fitchinger. Ugye figyeljen! A lányjal és a szüleivel közösen megbeszéltük, hogy kimegyünk pacsorázni a zöldbe. Na, legelni fognak? Maga fog egy mi pacsorázni. Ez a Fitchinger, ez a központi ügyeleten teljesít szolgálatot, de azt mondta, ha nem jön közben semmi komoly bűneset, cserél a kollégájával is, ő is eljön a vacsorára. Ez a lényeg, hogy a Fitchinger ne legyen ott a vacsoránál, mert akkor én kettesbe lehetnék a lányjal, és kitárhatnám magam előtte, mint egy ajtó. Azt szokták a hölgyek előtt kitárni, itt meg csak egy gombnyomás. Ugye? Szüksége van az üzletre, vagy inkább szórakozik egy picit? Nem érek rá, tudom. Maga bemegy a központi ügyvélet, és eléri, hogy a Fitchinger ne jöjjön el a vacsorára, és akkor kap tőlem 100 pengőt. 100 pengőt? 100 pengőt. És hogy fogom én azt elérni, hogy a Fitchinger ne maradjon ott a kapitányságon? Bemegy a központi ügyeletre, kitalál egy jó bűnesetet, és akkor azzal ott tartja. És mi van, ha kiderül, hogy semmiféle bűneset nem történt? Akkor a hatóság félrevezetésért néhány pengőre megbüntetik, én azt pluszba fizetem. És egyéb büntetés? Esetleg felfüggesztik a politikai jogait. Jó, nem bánom, akkor legyen 120 pengő. Hát annyit azért nekem már nem. Hát csak megpróbáltam. Nem sikerül. 100 pengő egy pillére esett több. Az is csak akkor, ha a Fitchinger nem lesz ott a vacsorán. Jó. T9 tájékán bemegy a központi ügyeletre. Kitalál egy jó bűn... Egy jó lopást! Egy jó lopást. Aztán mit mondja, mit loptat el én tőle? Múltkor kijött a végrehajtó, hogy lefoglaljon egy ebédlőasztal, de amikor felhajtotta a terítőt, kiderült, hogy ez egy sezlony. A gyermekeim a súblódba alszanak, és taniszűbe leszünk a levest. Olyat kell kitalálni, hogy semmilyen szegénység nem tudott ellopni magától. Mondjuk egy gyűjtemény. Gyűjtemény? Na. Fizetési felszólítási gyűjtemény. Számok szintű a gyűjtemény. Megvan. Örökség. Mondjuk azt, hogy örökölt egy nagyon értékes pipatóriumot, és abból loptak el egy 15. századi pipát. Hát hülyének fognak nézni. Helyárt már maga az én Abteleki utcai szoba konyhás lakásomban? És most mondjam azt, hogy elloptak egy pipát abból a szilvóriumból? Mondja azt, hogy volt magának egy nagyon értékes, fehérszőrű japán sejemlicsie. Hát akkor még hülyébbnek fognak nézni. De akkor megmondom, hogy ez a maga ötlete volt. Nézzék, van, olyasmit kell kitalálni, ami minden embernek lehet. Akkor az ész az nem jó. Ezt most nem értem. Olyasmire gondoltam minden, csak azt mondanám, hogy lojtos nyakkendő gyűjteni. Nem jó. Hát de jobb, mint a sejjen kincs. Figyeljen, valamit ki kell találni, mert kettesbe maradnék a lányon. Hát nyerekbe érezhetném magam. Én lovagolni fogok. A lánynál érezhetném magam nyerekbe. Legyen egészen nyugodt, ki fogok találni valamit. A Fitchinger nem lesz ott a vacsorán. Hiba ne legyen. Ne aggódjon. Már nyergelheti is a nő. Jézus.
Nos, Judikám, akkor ahogy megbeszéltük, én most 9 órára elmegyek, igen. A maga pedig itt marad, és tartja a frontot. Igenis, kapitány, igen. Meglátja nyugodt estén, tehát szemesen úgy probléma. Rendben, kapitány. Megyek és főzök egy finom cicka fark teát. Az jó, azt én is szeretem. Jót tesz a prostatának. Milyen jó. Jól van, menjen csak, Juditkám. Jó estét kívánok! Jó estét! Mi tetszik? Kérem szépen, én feljelentést szeretnék tenni egy roppant fontos lopásügyben, ami olyan roppant fontos, hogy politikai bonyodalmakhoz vezet, és bekerülhet az összes világnapokba is. Értem. Miről van szó? Nézze, én előre bocsájtom, hogy nekem volt egy nagyon értékes gyűjteményem, amit a 15. század... A 15. századtól örököltem, és ebből loptak el egy japán selyemszőrű, vagyontérő nadrágtartót. Maga bolond? Igen. Ne tessék mellékvágányra terelni az ügyet! Lehet, hogy a kapitányunknak ez közömbös, de nekem mindenem volt ez a Hosentragen. A legszebb darab volt a nadrágtartóriumomban. Jó. Akkor fáradjon kérem hátra, és a fogalmazó kisasszony majd felveszi a jegyzőkönyvet, jó? Nekem ugyanis most 9 órára el kell mennem. A kapitányunknak el kell mennie? Bilal. Amikor ilyen szenzációs lopás eset történt a fővárosban, akkor a kapitányunknak csak úgy 9-re el kell mennie. Nézd a barátom, hol tartanánk, ha minden egyes tolvaj mellé egy rendőrkapitányt kellene állítani? Menjen szépen hátra, fogalmazok kisasszony. Tehát egy lopásért nem marad itt a kapitány? Tehetem. És ha azt mondanám, hogy rablás történt? Akkor a fogalmazok kisasszony felveszi a jelzőt. Rablás a párosult erőszak, sőt, erőszak a párosult rablás. Akkor is ne erőszakoskodjon. De érdekes, hogy elhöz van bizalmam, kérem, nézze. Én a magbelemet is az állámmal szedettem ki. A cinkeremet meg a blószemmel írtam. Jó ember, de ez rendőrségi ügyelet, nem orvosi. Maga el van tévedve. Jöjjön, Juditkám, legyen szíves! És azt mondanám, hogy gyilkosság történt. Mit mondok, kérem? Na és ha azt mondanám, hogy gyilkosság történt, miatt a kapitányom nyugodtan szórakozik, addig egy meggyilkolt ember élete forog kockán. Úgy. Szóval gyilkosság történt. Igen. És ki a gyilkos? Hát... én. Maga? Igen. Maga gyilkol! Ha ez az kell, akkor igen. Magával az embernek az esze. És miért nem ezzel kezdtem így, amikor bejött? Azt hittem, akkor még olcsóbban megúszom. Hát ugye nem könnyű az ilyesmit bevallani. Nem, azt elhiszem. Foglalj a helyet, kérem. Ilyen finom dolog így gyilkosnak lehet. Az amikor áldozat voltam, nem csinált feleje. Figyelj, de jó ember. Nincs kedve reggeli pihenni egyet. Én vagyok itt a rendőrkapitány. Nekem jogomban áll önnek reggeli pihenőt engedélyezni. Aztán majd bevallja. Ne tessék engedélyezni. Én az ilyen trükkön már régen túl vagyok. Én vallani szeretnék, legalább 9-10-ig. Jó. Csak mert, hogy a zavartan viselkedett gondoltam, jobb lett volna az a pihenedre. Én beszélek zavartan? Hát akkor én felmondom magának a nagy egyszerét. Nem. Jó. Figyeljen ide. Akkor felveszünk egy jegyzőkönyvet gyilkosság ügyében. Kérem, hogy röviden és tömören válaszoljon a kérdéseimre. Rendben van? Rendben. Na kérem. Neve? Kerekes. Született? Krakauer. Mikor született? Ja, 1902. március ízusán. Pontosan? Szeptember 6. Ember, az előbb azt mondta, hogy március ízusán. Ami szeptember 6-án van, az aradi vértanúk emlékünnepén. Az október 6-án van! Azok? Na és
aztán most ez itt kihallgatás vagy történelem óra? Jó, jó, menjünk tovább. Tehát, vallomást kíván tenni gyilkosság ügyében. Igen. Ki az áldozat?